azt meg lehet jósolni, ismerve a piaci folyamatokat, a gazdaság működését, nem unortodox, hanem ortodox módon, hogy e terv teljesítése mellett és a piac rossz fogadtatása, várható rossz fogadtatása mellett, hogy mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a kormány, ha most nem is, de valamikor ismét visszakérezkedjen az IMF-hez. Ez azért függ a nemzetközi körülményektől. Most éppen a pénzpiacokon egy negatív folyamat zajlik, Spanyolország miatt egy picit idegesebbek a befektetők, és amúgy is romlanak a körülmények. Voltak kételyek az IMF föltőkésítéséről, az végül is sikerült, de azért számosan megkérdőjelezik, hogy elég-e az a 430 milliárd dollár, bár hatalmas összegről van szó önmagában. Tehát a piacok most éppen idegesek, tehát pillanatnyilag én azt gondolom, akár az is előfordulhat, hogy egy gyors romlás, akár néhány héten belüli romlás is bekövetkezhet ebben, ezt nem lehet természetesen előrelátni. 9%-on finanszírozunk, 9%-os kamaton finanszírozunk jelen pillanatban a hosszú lejáratú 5-10 éves állampapírjainkat. Én azt gondolom, hogy ezek az elkövetkező időszakban újra kétszámjegyűvé válhatnak, tehát újra fölmehetnek 10-11% környékére, mint ahogy ez tavaly decemberben és idén januárban bekövetkezett. Most próbálgatom így az érveket, ellenérveket így a két serpenyőbe rakosgatni. Tehát az egyikben benne van az, hogy Simor András, akivel nem tudom, hogy mi baj, de hogy 2 milliót nem kereshet. Még ha az Európai Központi Bank itt töri ránk az ajtót, akkor se. És ugye nem Simor Andrással, meg az ő fizetésével van baja, hanem az elvel az LKB-nak. És akkor Simor András nem is kapná meg a pénzt. Mert már ugye le is mondott róla. Jótékonysági célra. Igen. Tehát még arról sincs szó, és még egy fontos elem, hogy ugye Simor András nem közalkalmazott, nem köztisztviselő, igen, tehát őrá ez nem érvényesíthető, és valójában más állami banknál ennél jóval magasabb jövedelemkorlátot állapítottak meg. Tehát ez az érvelés egész egyszerűen nem állja meg a helyét, tehát még jogi értelem. Tehát nem, most nem csak az Európai Központi Bank szempontjából, hanem ilyen jogi értelemben. Szóval a serpenyőnkben ott van Simor András 2 millió forintos fizetése. Ott van a 62 éves korba elküldött bírák esete. Ott van az adatvédelmi hivatal, tehát amivel így húzzuk, és még tehetnék ebből a serpenyőbe sok mindent. És itt van ebből a serpenyőbe az egykulcsos adórendszerünk, az a bizonyos 500 milliárd forint. Most ugye ezzel 600-at akarunk megspórolni, de itt meg 500-at veszítünk, tehát hogy gyakorlatilag nem lennénk olyan rossz helyzetben. És akkor így gyűlnek a serpenyőbe az okok, hogy mi miatt vagyunk most ebben a helyzetben, és akkor, hogy ha már ebben a helyzetben vagyunk, akkor mi lesz a következménye, a másik serpenyőm, hogy a telefonálás után percenként 2 forint, hogy az SMS után, hogy a csekkek befizetése után, tehát hogy ezek a lakossági megszorítások, itt meg ilyen leginkább politikai érvek vannak. Igazából már presztízs szempontok vannak ebben. Ha megegyeznénk az IMF-fel és az Európai Unióval, és egyidejűleg a deviza adósság törlesztésére föl is vennénk IMF hitelt, havi 20-25 milliárd forinttal kevesebb kiadás keletkezne a költségvetésben, ami azt jelenti, hogy csak ha az elmúlt időszakot nézzük, most az 4-5 hónapot mondjuk, ami december óta, hát hogy mondjam, vacakolással telik el, és most már nyilvánvalóan további sok hónap következik, de ez a 4-5 hónap önmagában 100 milliárd forintos pénzkidobás az ablakon, ennyivel nagyobb restrikciót kell csinálni, a kormányzat folyamatos restrikciókat vetít előre egyébként az elkövetkező évekre, tudomásul vette most már, hogy nem lesz növekedés, tudomásul vette, hogy nem lesz ebből pozitív folyamat, ezért mind az elkövetkező évek mindegyikére további restrikció van betervező. Hú, valamiben segítsen nekem, mert múltkor is kértem önt, hogy Matolcsy György szavait értelmezze most a... Erre én nem mindig tudok vállalkozni. Én se, és akkor mindig megpróbálom, hát ha ön. Ez a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a közleménye, amit ugye, amikor megjelent a Szél-Kálmán terv 2, akkor utána egy közleményben tudatták ezt, meg egy rövid összefoglalója is volt, és ebben így fogalmaznak, hogy a 2012-ben az első Szél-Kálmán terv 550 milliárd forinttal tervezték, ugye, hogy ennyivel javítja a költségvetés egyenlegét, ez 83,4%-ban teljesült. Tehát idén már az első Szél-Kálmán terv 83,4%-ban teljesült, tehát ennek az 550 milliárdnak a 83,4%-a. Majd kicsivel később az van, hogy egy mondattal később, az első Szél-Kálmán terv célkitűzései a
kormány döntései révén 2013-ra már 73%-ban teljesült. Tehát az első Széll Kálmán terv idén 83,4%-ban teljesült, az első Széll Kálmán terv 2016, tehát jövőre is teljesült már 73%-ban. Én azt gondolom, hogy bűvészkedés folyik a számokkal. Ha valaki megnézi komolyan a Széll Kálmán tervet, akkor azt láthatja, hogy a megtakarítások nagy része az két helyen volt betervezve. Az egyik a nyugdíjrendszer körül, a másik pedig a munkaerőpiacon. Ugye a nyugdíjrendszer körül elsősorban azt vették figyelembe, hogy ugye nem lehet bemenni korai nyugdíjba, idő előtt, stb. De nem ez a nagy megtakarítási tétel, hanem a nagy megtakarítási tétel a rokkant nyugdíjasok kiszorítása a rokkant nyugdíjrendszerből. Na most ebből idáig szinte semmi nem valósult meg, hiszen most zárul le tulajdonképpen ez a felülvizsgálati folyamat. Most nem beszélve arról, hogy azért majd nagyon érdekes lesz, hogy ha uram bocsák, kiszorulna innen sok ember, nem tudom, majd meglátjuk. Mi lesz velük? Hiszen ezek az emberek lehet, hogy nem annyira rokkantak kétségkívül, de elhelyezkedni ezen a munkaerőpiacon biztos nem tudnak. Tehát akkor szociális segélyt azért csak kell adni nekik. Ez az egyik probléma. A másik nagy elem az volt, hogy a munkanélküli segélyt lerövidítették három hónapra, és áttolták őket a közmunkába. Ezt ma Orbán Viktor is emlegette. Igen, de akkor csak ugye ezzel nem számolnak, hogy a közmunka kiadások azok a triplájára nőttek. Tehát amit itt megtakarítottunk, ők beleszámolják, hogy megtakarítottuk ezt a pénzt, de a másik oldalon ez költségvetési kiadásként jelentkezett idén, tavaly is, meg idén is. Idén már meghaladja ez a költségvetési kiadás azt, amit megtakarítottak. A gyógyszerkasszában van még idén 10 jövőre 40, tehát plusz 50 milliárd forintnyi tartalék. Hát összetésszóan én ez nem elég értek, de a módon volt megkérdezni egy szakembert erről, persze ez egyetlen szakember, ő azt mondta, hogy a 40 az nagyon soknak látszik. És ugye abból van számolva a 10, mert ilyenkor azt csinálják, hogy visszaszámolják időarányosan, hogy abból mennyi tűnik megtakarítható. Azt tudjuk, hogy ez a... Több 100 milliárd forintot már megtakarítottak ebben az egészségügyi kasszában. Igen. A telefonadó, tehát a távközlési adó az évközben itt, tehát hogy mostantól, tehát ebben az évben lesz egyszer csak. De én, ahogy néztem a szöveget, itt már az internet nem szerepel, vagy mint távközlési adó lehet, hogy ebbe benne foglaltatik? Lehet, hogy benne van, nem világos, tehát ugye bevallom, ugye 500 oldal, amit ma kinyomtak délután, hát ezt mindent nem tudtam megnézni. Lehet, hogy benne van valahol, ezért elnézést kell kérnem a nézőktől. Én sem fogalmam találtam. Sincs, hogy ebben most benne van, vagy nincs benne. Azt gondolom, talán ettől elálltak. Talán, de ez nem biztos. Ennyitra is volt hétvégén, a Facebookra is kiírta, lehet. Igen. A másik, amit már a beszélgetésünk elején említett, ez a bizonyos sárga csekkadó. Tehát én ilyen számítást költségvetésben, gazdaságpolitikában, hát inkább azt mondom, hogy ritkán láttam még, tehát hogy valamiből a várható bevétel a 130-tól 228 milliárd forintig, ahogy ön is mondta, itt egy 100 milliárd lóg a levegőbe. Tehát hogy mitől függ? Tehát hogy akkor ez még nem eldöntött tény, hogy mondjuk x ezer forintig ennyi százalék lesz a tranzakciós egy adó? Egy ezrelék lesz állít. Tehát, ugye de lehet, hogy bizonyos összeg fölött meg nem egy ezrelék lesz, hanem magasabb, nem? Nem. Én azt gondolom, hogy bizonyos összeg fölött be kell ezt maximálni. Egyébként. Hát azért itt vannak időnként milliárdos átutalások, az teljesen indokolt, hogy ott milliókat fizessenek be. Ugye ne felejtsük el, azért cégek között vannak milliárdos átutalások, nem is ritkán. Tehát ez, sőt, még mások még időnként még, hogy mondjam, cégvásárlásnál is, szóval ez egy gyakori, hát nem gyakori, de sokszor van. Tehát muszáj lesz ezt bemaximálni. Délután megjelentek különböző ilyen értelmezések, például Poncsé-Falvai Zoltán szájából is. Ha én azt jól értem, akkor azért ők is nagyon bizonytalanak abban, hogy a vállalkozások is, meg a lakosság is hogyan fogják elkerülni ezt az adóteret. Úgy, ahogy ön már múltkor említette, hogy majd külföldi bankon keresztül fogják a tranzakciót végrehajtani. Nyilvánvalóan a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkezők azok külföldi bankokba viszik, nyilván a nagy, komolyabb cégek külföldre viszik. Nekem egy halom vállalkozó már hónapok óta mondja, hogy ő egyéb okokból is szívesebben bankolna Bécsből, Pozsonyból, vagy nem tudom, mondjuk Ljubljánából, Mariborból. Az internet világában ugyanúgy otthon intézi a pénzügyeit, vagy a vállalati székházában. És bőven meg lehet tenni, nyilván van egy kis macera, mert magára
a számlanyításra arra. Ki kell mennie, de slusszpassz. Egyszer, igen, ez egy nagy cégnél egyáltalán nem probléma, kiküldenek egy megfelelő felhatalmazású alkalmazottat, és megoldják. Hát, igen. Na hát a részleteket meg majd még meglátjuk, mert úgy számtalan kérdés itt van. Ezért van az egyébként, hogy se Svédországban, se Dél-Amerikában, se Ázsiában ez nem hozott igazán nagy bevételt. Gondolom, ők is ettől félve adtak ilyen nagyon széles sávot. Ami mondjuk egy konvergencia programban, vagy egy költségvetésben tényleg nagyon széles sávnak tűnik. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.